Köszöntöm Önöket, a fogadórát látják. Újabb postapartnerpont nyílik a kerületben, ezúttal Rákos Csaba Újtelepen. Hogy hol lesz elérhető az önkormányzat támogatásával megvalósuló kezdeményezés, erről fogok többek között beszélgetni vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban a kerületrész önkormányzati képviselőjét, Halász Dezsőt. Üdvözlöm én is, és a kedves nézőket. Természetesen sok-sok más témánk is lesz majd a postapartnerpont mellett, de akkor kezdjük ezzel, hol lesz ez akkor pontosan, hol tudják tehát igényben venni majd ezt a szolgáltatást az emberek? Ez Rákosabb Újtelepen a Naplás úton, a Kiskóp közértnél lesz, a Dallamos utca, tehát a Naplás út és a Dallamos utca sarkán lévő Kiskóp közértben. Ideglenesen a Kóp közérten belül lesz majd ez elérhető, de hamarosan épül a másik sarkon egy másik épület, ahova egy sokkal kulturáltabb környezetbe fog ez majd átkerülni. Remélhetőleg a hónap végén ez már meg is fog nyílni. Ugye ennek van egy előtörténet, hogy így fogalmazunk, egy szomorú előtörténet a bezárt kispostákkal kapcsolatban, amely az ön körzetét is érintette? Hát Rákosligetnél nem volt egy kisposta, tulajdonképpen Rákosabb Újtelepről és inkább Rákosligetre jártunk át, ugye ott lehetett átmenni az ajánlott küldeményektől kezdve minden olyan postai szolgáltatást ott értünk el, ami miatt nem kellett átmennünk Rákos keresztúra, mert a vasúton való átjutás azért valljuk be, Rákosliget és Rákosabb Újtelep részére azért macerás. Ha jól tudom, akkor az egyeztetések még zajlanak a részletekről, de akkor ez a tervek szerint mikor lesz majd nyitva, a hétköznapok vagy akár a hétvége során, illetve milyen szolgáltatásokat lehet majd igénybe venni? A szerződő fél úgy szerette volna, hogy reggel 8-től este 8-ig legyen nyitva ez a posta partneri pont, de sajnos adminisztrációs hiba folytán az eredeti nyitvatartás került bele a szerződésbe, és a posta most már ragaszkodik ahhozzá, hogy így legyen nyitva az első hónapban, tehát 30-40 nap múlva kérhetünk majd egy módosítást erre. Nyilván az lenne a lakosságnak is, és a szerződő félnek is az érdeke, minél tovább nyitva legyen ez a posta, hiszen akik munkában vannak, dolgoznak, azok nem tudnak 4 óráig odaérni a postára, és ezért kivenni szabadságot azért szerintem luxus. Milyen szolgáltatások lesznek majd elérhetőek ezen postapartnerpontnál? Egyelőre csak levél, csomag és csekk feladás lehetséges majd. Itt is ugye az a helyzet, hogy szerette volna a szerződő fél, hogy több minden szolgáltatást elérhető legyen. Legfontosabb lett volna az ajánlott küldeményeknek az átvétele, hogy szintén ne kelljen átmenni keresztúra, hogyha valaki kap a munkaidőbe egy csomagot, és nincs otthon, nem tudja átvenni, akkor ne kelljen átmenni, ott helyben át lehessen ezeket venni. Itt is a lakossági igényre hivatkozik a posta, hogy ha a lakossági igény jelentkezik rá, akkor szeretnének ebben változást, valamint a nyitvatartásra is azt mondják, hogy a lakosság igény érkezik erre, akkor változtathatnak az eredeti szerződés, amit mondjuk én nem értek, mert tulajdonképpen a lakosságnak az lenne az igénye, hogy 0-24-ben nyitva legyen valami, és minél több szolgáltatást nyújtson. Tehát itt arra hivatkozni, hogy a lakosságnak mi az igénye, szerintem ez nem tartom logikusnak. Nyomon követjük majd a postapartnerpont ügyének a további fejleményeit, de akkor folytassuk egy közlekedést érintő témával. A Tarcsai út végén található csomópont sajnos az utóbbi időszakban egyfajta baleseti gócponttá vált, és ennek további megakadályozására történt egy fontos közlekedést érintő változás. Itt mi pontosan? Tulajdonképpen a megépülte óta is küzdünk ezzel a problémával, hiszen hiába van rendesen kitáblázva, hogy merre kanyarodik a főút, de a rutintalan vezetők vagy figyelmetlenek, vagy a telefonnyomkodók rendszeresen, egyenesen haladnak tovább a kanyarodó főút ellenére, ami miatt a vétlen kanyarodó autót telibe verik, és így nagyon sok baleset történt hetente, 2-3 alkalommal is, és erre szeretnünk valamilyen megoldást a Budapest közúttal közösen. A Budapest közúttal való tárgyalások során azt kértük a polgármester úrra, hogy valamilyen fizikai megoldást legyen erre, hogy fizikálisan ne lehessen nagyon könnyen tovább haladni, hogy megállítsa a egyenesen menő autókat. Ideglenesen ilyen terelő panelek lettek kirakva, ami látványosan észrevehető, hogy ott a főútvonalak kanyarodik. Azóta úgy néz ki, hogy sikerült ezt megszüntetni. Bár jó lenne egy végleges megoldás, nem tudjuk még, hogy mi lesz az. A tervezések folynak, valamint a mellette lévő teleknek a magasságából és a szintmagasságából is jó lenne kicsit lejjebb szedni, hogy belátható legyen a főútvonal kanyarodása. Itt is még zajlanak a tárgyalások.
Nyilván ez majd hosszú távon fog kiderülni, de érzékelhető már most az, hogy kevesebb a baleset? Igen, sokkal. Nincs annyi baleset, sőt, mondhatnám azt, hogy meg is szűnt. Beszélj még egy fontos útjavításról, ami tulajdonképpen befejeződött a napokban, vagy az elmúlt hetek során. A Fűzkút utcát még 2021-ben a budapesti útépítési program keretében adták át, vagyis annak egy bizonyos szakaszát, egy másik része viszont akkor még nem zárult le, de mondhatjuk, hogy itt is fölkerült a pont az íre, mert hogy befejeződött. Milyen munkálatok valósultak meg? Igen, 2021-ben a forgalmas része volt tervben ennek a Fűzkút utcának a megépítésében. A Fűzkút patak kelecsény eskanyar, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, útvonal lett megcsinálva. De a Fűzkút utcának a másik része, ami Zsák utca ugyan, az utolsó földes utcám, ahol rendszeresen megállt a víz. Tehát a vízelvezetés miatt sajnos például a lévő mélygarázs rendszeresen beázott. Elsősorban a vízelvezetést kellett megoldani, valamint az aszfaltozást, hogy ők is kulturáltan tudják megközelíteni a házukat. Így megépült a egyoldalú járda, valamint az aszfaltozás az utcában, és a legfontosabb az, hogy most már nem áll meg a víz, hanem el van szépen vezetve egy nagy árokban. Az meg egy fontos kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a földes utcák tekintetében ezzel tulajdonképpen megszűnt az önkörzetében a földes utca gyakorlatilag? Igen, ez volt az utolsó földes utca. Vannak ugyanolyan földes utcának titulált, de bitumen permetes utcáim, amik gyalázatos állapotban vannak, most mondhatnám. Rákos Csaba új telepen például a Jászágó, illetve a Adorján utca, Rákos Csabai részen pedig a Színes utca, Bördöce, illetve az Írás utcát mondhatnám, vagy a Páncél utcát, ami még aszfaltozásra vár, de hát ez majd egy következő projekt lesz majd. De egy kicsit szomorú hírekkel, hogy folytassuk. Augusztus 5-ét én azt gondolom, hogy nehezen tudjuk elfelejteni. Ugye ez volt az a bizonyos nagy vihar, ami lecsapott Rákos mentére, és Rákos Csaba új telepet se kímélte, legfőképpen a fák tekintetében. Ezek pótlásával kapcsolatban tett ki egy hirdetést a lakosság számára. Ez mi volt pontosan? Igen, Rákos Csaba új telepet nagyon nagy kár érte. Annak például, most mondok egy példát, például Rákos kerten még talán egy-két gaj leesett a fákra. Rákos Csaba új telepen fákat csavart ki a vihar, rengeteg fát kellett kivágni és összegyűjteni, és ezeknek a pótlására tettem föl egy lehetőséget a Facebookra, hogy aki úgy gondolja, hogy szeretne a közterületre fát, az most igényelhet. Egyeztettem a Rákos mente környezetvédelmi irodájával, hogy hova milyen fákat ajánlanak. Nyilván vezetékek alá kisebb méretű fák lettek felajánlva, ahol viszont nyugodtan nőhet, ott viszont magasabb termetű fákat lehetett igényelni, vagy fát lehetett igényelni. Ezeknek a kiszállítása épp a napokban kezdődött meg, úgyhogy folyamatosan kapják a lakók, és már jönnek is a visszajelzések, nagyon szépen köszönjük, megkapták a fát, és már van, amelyik már beültetésre is került. Ha már a lakosságot szóba hozta, ezt szerettem volna még megkérdezni, hogy mennyien jelentkeztek erre? 16 család jelentkezett rá, összesen 32 darab fa került regisztrálva, és mondom, ennek a szállítása éppen most történik. Nézzünk akkor megint egy másik örömteli témát, nyugodtan mondhatjuk. A Diadalúti játszótér, Rákos Csaba új telep egyik legnépszerűbb családok által sűrűn látogatott helyszíne, hogy így fogalmazza. Nagyon sokat beszéltünk már erről, hiszen folyamatosak a fejlesztések a helyszínen. Most pedig tulajdonképpen hálókról kell, hogy beszéljünk. Mik történtek itt? A hálókról az lehet, hogy tudás, hálóról. Tehát nagyon régóta hiányzott, úgymond a lábtenisz háló. Annak idején 10-10-es lyukosztású rendes lábtenisz háló volt kirakva, de ez egy-két helyen kiszakadt. Majd egy önkéntes szülő, gondolom én, kicserélte ezt a hálót egy tollaslabda hálóra, ami nem bírta sokáig, és csapatokban lógott. És én úgy gondoltam, hogy oda egy minőségi hálót jó lenne föltenni, ugyanúgy, mint a focikapu hálókra, 5x5-ös lyukosztású és fél milliméter vastag anyaggal szőtt hálót, mert ezeket a gyerekek nem tudják mászókának használni, hiszen a 10x10-es lyukosztású hálóba belefér a gyerek lába, és akkor így föl tud mászni rajta, de ezt nem bírja a háló, és elszakad. Na, az 5x5-ösben nem, és ezáltal sokáig fogja bírni ez a háló, remélhetőleg. Már a Gregor iskolában ezt kipróbáltuk, és onnan jött az ötlet, hogy ott már évek óta ez jól üzemel, itt akkor ez is be fog válni valószínűleg. Valamint a gyerekeknek való játszott tere is biztonságosabb lett,
hiszen évek óta hiányzik az egyik kerítés, pontosan az északi oldalon lévő kerítés, azt olyan sokan megrongálták, hogy már az oszlopok is ki lettek döntve, és végre most pótolva lett ez az északi oldali kerítés. A gyerekek így nem tudnak kirohangálni a játszótérre, nem kell mereven figyelni rájuk, hogy esetleg a focizók közé odafutnak. Minden őszi időszak egyik, hanem legnépszerűbb kezdeményezés a lomzsákosztás. Nyilván ez Rákoscsaba újtelepen sincs másként. A Diadalúti Általános Iskolába fogadták ezúttal is az érdeklődőket, az átvevőket. Hogyan sikerült, illetve önnél a személyes átvétel és a házhoz szállítás aránya tulajdonképpen hogyan oszlik meg, vagy osztott meg ebben az évben? Túlnyomó részben az, hogy jöttek személyesen is, ott vették át a lomzsákokat, és nyilván én is felajánlottam, hogy aki esetleg dolgozik, vagy egészségi állapota nem engedi meg, hogy eljön, és sorba jön ott a zsákokért, személyesen kiszállítottam mindenkinek a zöld hulladékos zsákot. Sőt, köszönetet mondtam ezügyben a körzetemben élő Botos Lászlónak, aki egy kis versikét is fogalmazott a lomzsákok mellé, amit én kinyomtattam, és minden egyes lomzsák mellé adtam, akinek házhoz szállítottam a lomzsákot. Nagyon sok embernek melegséget hozott a szívébe. Ráadásul a zsákok osztásában segítkező csapat kiegészült egy nagyon fontos fővel is. Ki volt ő pontosan? Igen, most Pilát Károly képviselőtársam mellett Bakos András alpolgármester úr is segített a lomzsák osztásban. Kicsit belekosolt abba, hogy milyen az, amikor a lakossággal közvetlenül találkozunk. Nézzük akkor egy másik fontos témát, a kormány a közelmúltban hirdette meg a 65 év felettiek számára gondos óra programot, amely tulajdonképpen igen aktívan próbál terjeszteni Rákoscsaba újtelepen, és hogy így fogalmazza. Akik esetleg nincsenek ezzel tisztában, ez pontosan mire szolgál, miben nyújt segítséget, és hány főhöz jutott már ezzel kapcsolatban Rákoscsaba újtelepen? Körülbelül 300 családot hívtam föl, ahol él 65 év feletti. Mindenkinek felajánlottam ezt a lehetőséget, amit az állam indított ezzel a gondos óra programmal. Nagyon hasznos eszköz, hiszen ezt csuklón is lehet hordani, nyakba is lehet akasztani, egy darab gomb van rajta, a SIM-kártyával rendelkezik, és hogyha bármilyen gond problémája adódik a 65 év felettinek, tegyük fel, elesik, vagy rosszul lesz, vagy segítségre szorul, egy gombnyomásra bejelentkezik a diszpécser, aki megkérdezi, hogy miben tud segíteni, és ha még tud kommunikálni, akkor elmondja, hogy miben tud segíteni. Ha a mentőt kell hívni, akkor a diszpécser szolgálat már hívja a mentőt, valamint mindig megvan adva egy kapcsolattartó, akit egyből értesítenek arról, hogy gond történt. Amennyiben nem válaszol a érintett személy, abban a pillanatban küldik ugye a mentőt. Nem is kell megnyomni a gombot sok esetben, ha például elesik a illető, akkor például ebben van egy mozgás érzékelő is, és abban a pillanatban, hogy esést érzékel, bejelez szintén a központba. Így megint megtörténik a kapcsolatfelvétel, amennyiben nem tudnak kommunikálni a pacienssel, abban a pillanatban küldik ismét a mentőt. Ha jól gondolom, az átadás pillanatában nagyon sok esetben történik személyes interakció is. Mik a visszajelzések ezzel kapcsolatban? Igen, mondom, 300 családot hívtam föl, körülbelül olyan, úgy emlékszem, olyan 60 jelentkező volt, aki szeretne ilyen gondos órát igényelni. Minden esetben szeretnék mindenhova eljutni, mindenkihez elmenni, és közösen kitöltjük az adatbekérő lapot, ami alapján utána kb. Egy hónapon belül megkapják ezt a gondos órát, és egyből be is tudják üzemelni. És reméljük valóban, hogy még ettől több emberhez is el fog ez majd jutni, mert tényleg nagyon fontos és hasznos maga a készülék. Utolsó témánk pedig egy nagyon kedves és nemes kezdeményezés tulajdonképpen zászló átadásra vonatkozik, amit már ugye március 15-én is meghirdetett, és most pedig ezt október 23-án is hasonlóan tett. Ez pontosan miről szól, és mennyien jelentkeztek erre? Igen, hagyományt szeretnék majd ebből teremteni, pontosan március 15-ével volt az első alkalom, most október 23-ával ismét lehetett igényelni ilyen zászlókat. Elsősorban azokról van szó, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy beszerezzék ezeket a zászlókat anyagi körülmények folytán. Nem nagy zászlóra kell gondolni, most ez egy 40x60 cm-es zászló, de jelzésértékűen, ha kikerül a házra, akkor nagyon dekoratív tud lenni. Ha már mondta, hogy hagyományt szeretne ebből teremteni, jól gondolom érdemes lesz majd 2021. március 15-e előtt is résen lenni, mert hogy ekkor is lesz majd? Így van, mindenféleképpen. Nagyon jó hír, és ezzel a jó hírrel zárjuk a beszélgetésünket. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és további eredményes és sikeres munkát kívánok. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm meg, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.